Lassan két éve, hogy nincs már köztünk a háromszoros olimpiai világ- és Európa-bajnok vízilabdázó Benedek Tibor. A tiszteletére a hétvégén második alkalommal rendeznek rangos utánpótlás emléktornát a hajós Alfred sportuszodában. Az esemény hátteréről Benedek Epres Pannival, valamint az UVS szakmai igazgatójával Vince Balázsral beszélgetünk. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! reggelt. Ani, mennyire maradt nálatok központi téma a vízilabda, mennyire követitek az aktuális eseményeket? Hát 30 éve szerintem az életünk legnagyobb részét a vízilabda tölti ki lassan 30 éve, úgyhogy ez, ez nyilvánvalóan maradt, és, és a, a kisfiunk is vízilabdázik, úgyhogy, úgyhogy ez szerintem még 30, 30 évig biztos így is marad. Balázs, anno úgy tudom, hogy Tibor kért fel, hogy az ő posztját töltsd majd be az uvs nél Ugye hosszú időn keresztül játszottatok is együtt. Mennyire ért váratlanul ez a felkérés tőle? Hát uh, nyilván az eseményeket figyelembe véve uh, nem volt váratlan, uh, hosszabb ideig folyt ez az egyeztetés, ha lehet ezt így mondani, mert az elején uh, nem nagyon fűt a fogam hozzá, hogy, uh, hogy a Tibi után egy ilyen feladatot ellássak, és szerintem nem csak nekem, hanem senki másnak. Uh, mind játékosként, mind edzőként, mind emberként a legmagasabb szinteken lehet csak róla beszélni, és nem tűnt egy hálás feladatnak ez. Nem is volt az, küzdködtem is vele rendesen. Aztán, hogy sikerült el a feladatot úgy ellátni, ahogy ezt ő gondolta, ezt talán sose fogjuk megtudni. De hogy minden mert beleteszem, az is biztos. Pani, nem tudom, hogy ez köztetek Tiborral mennyire volt téma, de én kívülállóként úgy láttam, hogy az új eseménye a találta még igazán a helyét, ahol tényleg mindent a végletekig ki lehetett dolgozni, be lehetett gyakorolni, meg lehetett csinálni az edzéseken. Valóban így volt? Tibor, tehát nehéz kiemelni egy olyan csapatot azok, azokból a csapatokból, ahol játszott, vagy akiket edzett, hogy mi volt neki a legfontosabb, mert ugye mindig csak olyan dolgokat csinált, ami fontos volt neki. De az tény, hogy hogy ezek a, a babák, mert mi otthon csak babáknak hívtuk a, a fiúkat, a végére szerintem tényleg a legfontosabb lett nekik, tehát hogy semmilyen szinten nem volt kevesebb érdeklődése irántuk, vagy kevésbé fontos neki, mint mondjuk a válogatott volt. Teljes elánnal csinálta ezt is, mint mindig, és és Szinte tényleg így a családunk része lett az összes fiú, úgyhogy nagyon. A mai napig egyébként én is figyelem őket, és járok ki a meccseikre, akármelyik klubba is kerültek. És hát nagyon jól teljesítenek ezek a babák, ahogy én nézem az elmúlt évek teljesítményét. Egyre nagyobb szerepet kapnak, ugye más klubokban adott esetben, de jó ezt látni, gondolom. Nagyon jó látni, és nyilván Tibor nem véletlenül vállalta előket, őket, mert látta, hogy azért van, van bennük lehetőség, úgyhogy így szerintem még nagyobb elánnal kezdett bele, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy nagyon, én nagyon büszke vagyok rájuk. Balázs, hogyha nem titok, akkor el lehet árulni, hogy mi az, amit elsősorban kért tőled Tibor a munkája folytatása kapcsán? Úgy tudom, hogy nem konkrét eredményekről volt itt elsősorban szó, ugye? Hát egyáltalán nem eredményekről, hanem... Ö, ö, ennek a klubnak ugye elsősorban az utánpótlás nevelés legfontosabb feladata és célja, és ezt kérte tőlem, hogy amennyire lehet ezt próbáljuk továbbvinni. Nem feltétlenül az eredmények a, a leglényegesebbek, hanem az, hogy hogy a, a magyar vízilabda válogatott részére, a lehet úgy mondani, kész vagy késznek tűnő játékosokat próbáljunk nevelni. Szerencsére a tavalyi évi csapatból is ebben az évben ugye két játékos, aki még tavaly uvs és volt, a Molnár Erik Vigvári Vince, ahol a mai napon egymásnak feszülve bajnoki döntőbe játszanak, és hát tényleg... E, a, a magyar vízilabdának és De hát a, a, a további, tehát hogy még egy kicsit hátrébb nézzünk, Konarikra, a másik Végvárira, Aranimát és a többi, tehát jó helyen vannak, és, és ezt szeretnénk tovább vinni. Lehet, hogy, hogy nem mindig sikerülnek úgy egy végjátékok vagy szezonok, mint ahogy például ebben az évben se úgy sikerült. De, de a célok azok a távolabbiak, és hogyha néhány olyan játékot sikerül nevelni, akik később válogatott szintig eljutnak, azok, azok jó eredmények, függetlenül attól, hogy egy korosztályos bajnokságban mit tudunk elérni. Az UVS-e azt gondolom, hogy már a címer megváltoztatásával, a monogrammal és a végtelen nyolcassal is jelezte, hogy Tibor emlékét szeretné ápolni. Mit szólt -e ez a kezdeményezéshez? a család? Ö, nagyon nagyon rengeteg, <coughs> rengeteg megkeresést kaptunk, és nagyon-nagyon sok olyan dolog volt, amit méltónak gondoltak mások, hogy hogy Tibor emlékét azzal ápolják. Ö, egyelőre nagyon sok mindenre nemet mondtunk, mert mert nekünk ez egy személyes és nagyon nehéz döntés, hogy mihez adjuk Tibor nevét. Az UVS azt hiszem talán az egyetlen, ahol, ahol mindig kérdés nélkül Balázsnak csak írom a választ, hogy amit ti szeretnétek, az, az, mehet, mert teljesen bízom abban, hogy annyira ismerték ők Tibort, tehát balás főleg szerintem lassan 40 éve, hogy, hogy, nem gondolom, hogy olyat csinálnának, ami ellenére, vagy az ő ellenére szólna, vagy, vagy a miénkre. És akkor a torna is így zajlott gyakorlatilag? A, az első torna ugye ez már a második, tavaly is így zajlott az egyeztetés? Az, az első torna az azért volt nehézkes szerintem, mert ugye azért a, a COVID, Covid miatt igen nem, nem lehetett ilyen, ilyen parádés, én előre meg, megjósolom, hogy ez parádés lesz, nem lehetett ilyen jól megszervezni, úgyhogy egy, én egy picit a mostanit veszem igazából az elsőnek, mert szerintem ezt lehetett teljesen kidolgozni. De hát az UVS -e már címvédőként száll majd vízbe ezen a tornán, minden ízben meg kell nyerni? Nem feltétlenül. A legfontosabb az, hogy minél többen jöjjenek, és minél többen érezzék át azt, hogy, hogy ez miről szól. És hétfőn volt egy sajtótájékoztató, és meglepett és megdöbbentett a Panninak a mondata, hogy a Tibit nem gyászolni kell, hanem ünnepelni, és valami pont ilyenre készülünk, de ehhez elsősorban közönségre lesz szükség. Emellé tettünk egy elég rangos utánpótlástornát, és az a kettő, ahogy a Panni is mondta, a vízilabda töltötte ki a családnak az életét, a miénket is. Egy vízilabdaklub vagyunk, és, és szeretnénk méltóképpen emlékezni a Tibire, két dolog miatt. Az egyik az, hogy ugye az Újpestben együtt gyönyörű sikereket értünk el, a másik meg, hogy a pályafutását, edzői pályafutását az Újpestben fejezte be, és, és ezért is az uvs -e úgy gondolja, hogy, hogy mindenképpen ezt meg kell szervezni. Ha győzelem, győzelem, de itt ezen nem feltétlenül ez a cél, hanem az, hogy, hogy jöjjenek az emberek, nézzék azokat a játékosokat, akikben biztos, hogy lesznek az elkövetkezendő 5-10 évben válogatott játékosok, és ez nem csak az uvs ben hát a KSI, ahol a Tibi is felnőtt, és a Sydney válogatottnak azt hiszem 8 játékosát adta, amikor olimpiát nyert, ugye 24 év után, tehát Vasas, Honvéd, Partizán Belgrád, ö, hát a, a világ legjobb ö, klubjainak az utánpótlása ö, le, vesz részt ezen a tornán, úgyhogy ö, tényleg, ahogy a Panni is mondta, ö, ha nem is ö, szám szerint az első, de ö, nagyságát tekintve biztos, hogy az első, ami, amit ö, remélem, hogy, hogy igazulnak az emberek, hogy érdemes volt megcsinálni, de ha jönnek, ha nem jönnek jövőre, akkor is megcsináljuk. És hát ikonikus helyszín dukál, azt gondolom, egy ilyen tornához. A hajós Alfred Uszoda az mindenféleképpen az. Úgy láttam, hogy jó időt is jósolnak a hétvégére, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy sokan legyenek a nézőtéren is. Hát az, azt nem is értem, hogyha valaki nyáról lejön Uszodába, hogy az hogy nem ragadott. Tehát, hogy mindenki jöjjön, ingyenes egyébként a, a belépő, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez tényleg legyen egy ünnep és, és a vízilabda az, az, egy ilyen varázs szerintem nyáron pláne, amikor, amikor, kint lehet mondjuk a hajósban meccseket nézni. És hát most ugye péntektől lehet belekóstolni ebbe a varázsba, belepillantani ebbe a varázsba, a hajós huszodába. Igen, péntek, szombat, vasárnap, péntek, és közben lesznek egyébként ilyen kiegészítő események is, nem, nem csak meccsek, úgyhogy péntek délutántól? Péntek reggeltől 10 órától indul a program, nyilván akkor talán még akkora tömeggel nem tudunk számolni, de péntek délután 18-15-kor megnyitó lesz, Lovas Péter a klub elnöke tart egy megnyitót az összes játékos, résztvevő játékosnak a részvételével, és ami még, hogy úgy mondjam, egy ilyen kiegészítő program, hogy szombaton délután kettő órától a Hajos Alfred bejáratánál van ugye egy egész alakos képe a Tibornak, ahol annak idején két éve is 20-30 ezer ember megfordult, még évfélkor is tömegek álltak a Margit hídnál, hogy egyáltalán eljussanak az úszodához. Ott mindenki akár virágot, akár egy mécsest elhelyezhet, és ennek se határa, se semmilyen nincsen, semmilyen beszéd nem fogott elhangzani, mindenki magára van bízva, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ezt látja és érzékeli, akkor, akkor jó dolgot csináltunk. Hát a nézők nevében nem tudok nyilatkozni, én biztos, hogy a hétvégén beiktatom a programjaim közé az emléktornát. Köszönjük szépen, hogy itt jártatok nálunk. Köszönjük, Köszönjük szépen!